ferdítés. Az RMDS szerint valótlanságokat állít a belügyminiszter az Ózvölgyi incidense kapcsán, ami cinkossá teszi. A bizalmatlansági indítvány szövegébe is bevinnék a temetőfoglalást. Kérdőjelek. Kivárnak a pártok az államfőjelöltek bejelentésével. Nagy kérdés, hogy ki lesz Klaus Johannis kihívója. Ellenben több politikusról is tudni, hogy biztos nem kerül plakátra a fotója. Üdvözlöm Önöket a híradóban! Nem mond valóságot Kármen Dán belügyminiszter az ózvölgyi incidense kapcsán, ez pedig cinkossá teszi. Ezt Karodi Attila, az RMDS képviselőházi frakció vezetője állítja. A székelyföldi politikus Kármen Dán tegnap esti sajtótájékoztatóján elhangzottakra reagált. A belügyminiszter azt állítja, múlt csütörtökön a rendfenntartók nagyon jól kezelték az ózvölgyében történteket. A helyszínen készült felvételek természetesen egészen másról tanúskodnak, de ez nem érdekelte a tárcavezetőt, mint ahogy az sem, hogy a székelykapu megrongálása sem egyszerű vandál cselekedet. Múlt csütörtökön készültek ezek a felvételek az Ózvölgyében. Kármen Dán belügyminiszter azt állítja, hogy a helyszínre kivezényelt csendőrök és rendőrök megelőzték a magyarok és a románok közötti összetűzést. Szerinte nem támadtak meg senkit, és nem történt sírgyalázás sem. Sőt, magyar ultrákról vizionált ellentmondva a valóságnak. A helyszínen lévő csendőrök és rendőrök teljesítették küldetésük három legfontosabb célkitűzését. Megakadályozták az erőszakot a román és a magyar fél között, annak ellenére, hogy erős volt a szélsőségesek és ultrák mozgósítása mindkét fél részéről. A feszült pillanatok ellenére senkinek nem esett bántódása, és nem volt szükség a rendfenntartók határozottabb fellépésére. Nem történt gyújtogatás vagy rongálás, semmi olyasmi, ami sírgyalázásra utalt volna. Ezzel szemben több videófelvétel azt tanúsítja, hogy az élőláncba fejlődött imádkozó magyarokat feldühödött a magyarokat becsmérlő és gyalázó tömeg, részben bukaresti futballhulligánok zászlórudakkal ütlegeltek, kövekkel dobálóztak, erőszakkal betörték a temető kapuját. Korodi Attila, az RMDS képviselőházi frakció vezetője híradónknak azt mondta, azt várták, hogy Kármen Dán bejelenti a lemondását, ám ehelyett valótlanságokat állított. A csendőrség nem végezte tisztességesen a munkát, igen, atrocitások voltak, igen, voltak magyar emberek, akik el kellett menjenek törvényszéki orvoshoz, hogy leleteket vegyenek, mert bántalmazás volt, igen, nem csak a kapukat törték össze, volt olyan sajtós kolléga is, akinek a kameráját összetörték a kapunak a deszkájával. A politikus szerint az igazságok elkendőzése cinkossá teszi a belügyminisztert a történtekben. Azt is elmondta, hogy az RMDS-nek most egyetlen eszköze, hogy az ózvölgyi incidenssel kapcsolatos információk benne legyenek a bizalmatlansági indítvány szövegében, és úgy vélte, erre megvan az esély. Az azonban már más kérdés, hogy lesz-e elegendő szavazat a parlamentben a kormány megbuktatásához. Elbukott a szenátusban a Theodor Müller Kánó külügyminiszter elleni egyszerű indítvány. A három ellenzéki párt által benyújtott indítvány elsősorban a külhoni választások rossz megszervezését veti a miniszter szemére. A dokumentumot az ellenzék mellett az RMDS felsőházi honatjái is megszavazták, és nem csak a május 26-án történtek miatt. A PCD-sek, akiknek egyedül is megvan a többségük a szenátusban, nem voksoltak. Botrányos jelenetek zajlottak Románia külképviseletein az EP választásokon és a népszavazáson, elsősorban ott, ahol nagyszámú román diaszpóra él. Ezért sokan nem tudtak szavazni, vélhetően az ellenzék támogatói közül. Ehhez adódik hozzá, hogy Románia alul maradt az ENSZ biztonsági tanácsának nem állandó tagjára adott szavazáson, és ezt a kudarcot is a külügy számlájára írják. Emiatt a PNL, az USZERE és a PMP egyszerű indítvány nyújtott be Theodor Müller Kánó külügyminiszter ellen. Az RMDS támogatta az indítványt, és nem csak az említett okok miatt.
hangsúlyosan kiemeljük azt is, hogy a Románia és Magyarország közötti kapcsolatban, a romániai magyarságot érintő kérdésekben sem áll a helyzet magaslatán a külügyminisztérium. Hogy csak egy aktuális példát említsek, az Úzvölgyében, a katonatemető körül kialakult helyzetben sem tette a kötelességét. A bizalmatlansági indítvány vitája után megtartott szavazáson a szöveg nem kapta meg a szükséges szavazatszámot, így elbukott. A többségi szenátorok úgy döntöttek, hogy szavazáskor a teremben maradnak, de nem voksolnak. Amúgy, ha átment volna az indítvány, az sem kötelezte volna semmire a kormányt. Beliskánó pedig már tegnap jelezte, és a mai vitán megismételte, hogy nem tartja magát felelősnek, és nem mond le. Szerinte az államfő miatt voltak nagy sorok, ugyanis rászervezte az EP választásokra az igazságügyi kérdésekben kiírt referendumot. Jelölteti magát a Szociáldemokrata párt elnöki tisztségére Vio Ricardon Csilla jelenlegi miniszterelnök. Úgy vélte, anélkül, hogy elemezné Liviu Dragnea tevékenységét, a pártban meg kell változnia a munkastílusnak, a döntéseket közösen kell meghozniuk. Négy napon belül másodszor került terítékre a Szociáldemokraták csúcsvezetőségében a párt tisztújító kongresszusa. Az Országos Végrehajtó Bizottság pénteki ülése után a párt állandó büróján is ez volt a téma. A tisztújításra azért van szükség, mert a PSD Liviu Dragnea bebörtönzése után vezető nélkül maradt. A pártot ügyvivő jelleggel vezető kormányfő kijelentette, a leendő elnöknek Európa párti személynek kell lennie, aki bírja kollégái bizalmát. Vio Ricardon Csilla önmagát is beleértve több személyt is alkalmasnak tart a tisztségre. Nem tárgyaltunk arról, hogy kipályázza meg a Szociáldemokrata párt elnöki tisztségét, de én abban bízom, hogy több jelölt lesz, mert hiszem, hogy nem jó dolog egyetlen jelöltet állítani. Azt szeretném, mindenki induljon, aki jelöltetni kívánja magát, természetesen az alapszervezet támogatásával. A PSD ügyvezető elnöke szerint a Szociáldemokraták elnökének türelme kell legyen arra, hogy mindenkit meghallgasson, a döntéseket pedig kollektíven kell meghozni. A siker pedig mindenkié, mint ahogy a rossz döntések következményeit is együtt kell felvállalniuk. Kevesebb mint fél év van hátra a 2019-es államfőválasztásig, egyelőre azonban csupán Klaus Johannis jelenlegi államelnök indulása biztos. Az USZRE Plus 2020 szövetség önálló jelölttel áll elő, de személyét nem hozták nyilvánosságra, ahogy a PSD is kivár. Azt lehet biztosra tudni, hogy ki nem indul. Gabriela Firjávio Ricardon Csilla és Kalimpo Pescuto Ricsánu bejelentette, hogy nem méretkezik meg, bár azt is tudjuk, hogy a politikában soha nem mondhat soha. Kevesebb mint 6 hónap van hátra a 2019-es államfőválasztásig, de már az elmúlt hónapokban is készültek közvéleménykutatások, esélylatolgatások. Az már évek óta egyértelmű, hogy a Pinelli által támogatott Klaus Johannis újrázni szeretne. A bejelentést 2018. júniusában tette meg, Nagyszebenben. Sunt ferm hotărât să candidez pentru încă un mandat de președinte al României. Döntését azzal indokolta, hogy egy felmérés szerint a romániai társadalom 80%-a elégedetlen a szociálliberális kormány által megszabott irányjal. Ebben az összefüggésben úgy gondoltam, hogy ez a bejelentés bátorítást jelent majd egyeseknek, fogalmazott. Bár azóta több közvéleménykutatás is napvilágot látott, a fő kihívó személye még mindig kérdéses. Egészen az európai parlamenti választásokig a kisebbik kormánypárt elnöke, Kalimpo Pescuto Ricsánu korábbi miniszterelnök tűnt a legesélyesebb ellenjelöltnek, aki mögé akár a koalíciós partner PSD is beállt volna, ám az ALDE nem lépte át az EP-be való bejutáshoz szükséges 5%-os küszöböt, ami adóász volt azoknak a szociáldemokratáknak a kezében, akik elfogadhatatlannak tartották, hogy a nagymúltú pártnak ne legyen önálló jelöltje. De az is rontotta a Ricsánu esélyeit, hogy a választás másnapján elnöki ambícióinak főtámogatóját, Liviu Dragneát bebörtönözték, így a PSD-ben végleg elbukott a támogatottsága. De ő maga is visszalépett, miután a DNA cél keresztjébe került. A nagyobbik kormánypártban a legtöbbet emlegetett név Bukarest főpolgármestere Gabriela Firea, aki egészségi állapotára hivatkozva nem vállalja a kampányt.
ahogy túl nagy falat lenne az államfői tisztség Viorica Dencilă jelenlegi miniszterelnöknek is. Bár az Ussuri Plusz Szövetség sokáig a korrupció ellenes harc szimbólumává emelt korábbi főügyészt Laura Codruzac Kövesit szerette volna indítani államfőjelöltnek, Kövesit cáfolta, hogy politikai babérokra törne. Az Ussuri Plusz 2020 szövetségi Dan Barna vagy Dacian Csolos jelölését fontolgatja, és már az államfővel is közölték, hogy nem őt támogatják. Igényelhetik már a munkanélküli segélyt a frissen végzettek. Aki nem jelentkezik be, munkakeresőként sem részesülhet már az állami támogatásban. Meglepően kevesen vannak a Maros megyei munkaerő elhelyező ügynökség ügyfélfogadó irodájában. A statisztika is megdöbbentő, hetente alig 5-6 frissen végzett lépi át a küszöböt, hogy igényelje a munkanélküli segélyt, állítják az iroda munkatársai. Sajnos nem jönnek, hanem mennek külföldre. Aki ugyanis nem tanul tovább, vagy nem dolgozik, fél évig részesülhet a segélyben. Fontos azonban, hogy ezt időben kérvényezze, magyarázta híradónknak a munkaerő elhelyező ügynökség igazgatóhelyettese. 60 napon belül, miután végeztek, kötelezően be kell regisztráljanak, hogyha akarnak egy munkahelyet az ügynökség által. És a munkasegély 250 lej havonta egész 6 hónapig. A 250 lejes állami támogatás igénylésének határideje július 30-án jár le. Az egyetemi tanulmányaikat elvégző fiatalok esetében a 60 napos határidőt az utolsó év befejezésétől vagy az államvizsga dátumától számítják. Ha a végzős nem jelentkezik be a 60 nap alatt, továbbra is fogadják munkakeresőként, azonban nem részesül munkanélküli segélyben. Országos tendencia azonban, hogy évről évre csökken azok száma, akik igénylik a munkanélküli segélyt. Az ügynökség jegyzékébe egyébként azért is fontos feliratkozni, mert a maturandusok akár 1500 lejig terjedő támogatásban is részesülnek, amikor először állnak munkába. Befejeznék a Marosvásárhelyi műjégpályát, erről is szó lesz a híradó második felében. Hídjavítás. Bedugul Marosvásárhely. Holnap kezdődik a Maros híd javítása. Két sávot is lezárnak, alternatív útvonal nincs, így türelemre vagy kerékpára van szükségük az autósoknak. Felavatták. Vendégházat építettek Gyergyószárhegyen Ervin Páter emlékére. A szállásadásból a Böjte Csaba ferences szerzetes által működtetett gyermekotthonnak származik jövedelme. Forgalomkorlátozás lép érvénybe holnaptól Marosvásárhelyen a Maros hídon. A létesítmény teljes körű felújítása miatt ugyanis az eddigi 4 sáv helyett csak 2-n lehet majd közlekedni. Komoly forgalmi dugókra lehet számítani, itt ugyanis több ezer autó halad át naponta, főként a reggeli és a délutáni órákban. Ezek a felvételek tavaly októberben készültek, akkor kezdték el a Maros híd felújítási munkálatait. Első szakaszban a híd alatt dolgoztak, ezért nem volt forgalomkorlátozás. A hidat az elmúlt 35 év alatt egyszer sem javították fel. Noha néhány évvel ezelőtt a városvezetés újra aszfaltoztatta a hidat, a régi szigetelést felmarták, de az új szigetelési munkálatokat már nem végezték el. Emiatt a víz főként télen sóval keveredve kikezdte a betont és a vasat is. Szerdától azonban már az úttesten is elkezdődik a munka. Emiatt reggel 7 órától Maros hídon lezárják az egyik sávot, az Egyesülés lakonegyedtől a főtér felé tartó jobboldali sávot, a közúti forgalom így 2 sávra korlátozódik. A polgármesteri hivatal szóvivője szerint részleges hídlezárás lesz a városban. Cirkulácia se va desfășura doar că cu anumite restricții. Továbbra is lehet közlekedni a hídon, de bizonyos korlátozásokkal. Megpróbáljuk elterelni a nehéz forgalmat, azaz a 3,5 tonnánál nagyobb autókat a Maros-Szentkirályi híd irányába. Eközben egy-egy sávon lehet majd közlekedni a Maros hídon is. Szeretnénk, ha a munkálatoknak ezt az első fázisát szeptember 15-ig, vagy jobban mondva szeptember 9-ig befejeznénk, hogy iskola kezdéskor ne legyenek fennakadások a forgalomban. Hamarosan a jelzőtáblákat is felszerelik, a helyi és az állami rendőrség egységei pedig a helyszínen tartózkodnak a gépkocsi forgalom akadálymentesítése érdekében. A tervek szerint felmarják a felszíni aszfaltot, új betonalapot öntenek, amelyre majd 3 réteg aszfalt kerül. A Maros hídat 1984-es átadása óta egyszer sem javították fel teljesen. A tartó szerkezete is már annyira meggondolódott, hogy megérett a felújításra. Jelenleg még 4 sávon közlekednek az autók a hídon. Holnaptól azonban forgalomkorlátozást lép érvénybe. Emiatt alig ha kérdéses, hogy forgalmi dugókra lehet számítani, hiszen a statisztikák is azt mutatják, hogy ezen a hídon óránként több mint 3000 gépjármű halad végig.
A 3,5 tonnánál súlyosabb járművek sofőrjeit arra kérik, hogy válasszanak kerülő útvonalakat, megkönnyítve ezáltal a személygépkocsik, illetve a tömegközlekedési járművek áthaladását a Maros hídon és környékén. A Maros híd teljes felújítása egyébként 13,5 millió lejbe kerül. Beszerezte az összes iratot és engedélyt a Maros Sport Klub a marosvásárhelyi fedett műjégpálya befejezéséhez. Erről a létesítményt ügykezelő Maros Sport Klub igazgatója számolt be híradónknak. A műjégpálya építési munkálatait már 2008. júniusában elkezdték, és az akkori tervek szerint 11 hónapon belül 2009. áprilisában be is kellett volna fejezniük. Erre azonban azóta sem került sor. A szaktárca szerint a műjégpálya építésére 2009-ig 7,5 millió lejt utaltak ki. Ebből az összegből a fedett pálya 90%-át sikerült kivitelezni, de egy évtizede állnak a munkálatok. Május közepén Dániel Szucsú kormányfőhelyettes, aki egyben a fejlesztési tárcát is vezeti, Marosvásárhelyen azt mondta, kézbe veszi az ügyet. Ki szeretném deríteni pontosan, hogy a téma kapcsán hol akadtunk meg. A létesítmény befejezése előtt számos akadályát magyarázta híradónknak Koszmin Pop. Ezekre végre sikerült pontot tenni, mondta. Gondok voltak a terület tulajdonjogával, a telekeléssel, valamint a régi szerződéseket is bírósági perek nélkül kellett megszüntetni. Mindezeknek a követelményeknek eleget tettünk, így már nincsenek akadályok. Következik az átadási protokollum megkötése, éppen a műjégpálya tervezőjével tárgyaltam, pontra tesszük a projektet, és annyira célegyenesbe kerültünk, mint korábban soha. Az építkezés utolsó szakaszának a lebonyolítását az Országos Beruházási Társaság vállalta. A szerződéskötést követően egyébként kevesebb, mint fél év alatt 3 millió euróból be lehet fejezni a műjégpályát. A tervezetnél ez lényegesen magasabb költséget jelent, de ez alig ha meglepő, hiszen 11 év alatt a csarnok épületének állaga is romlott. A Maros Sportklub igazgatója szerint még idén kiírják a versenytárgyalást az épület befejezésére. Vendégházat avatott a Dévai Szent Ferenc Alapítvány Gyergyószárhegyen. A házat a szárhegyi születésű ferences szerzetesről, Ervin atyáról nevezték el. A szállásadásból a Bőte Csaba ferences szerzetes által működtetett gyermekotthonnak származik jövedelme. A Páter Ervin vendégház szentelésére gyűltek össze szárhegyiek, zarándokok és Bőte atya gyermekotthonainak lakói Gyergyószárhegyen. A plébánia templomban előadást és a roll zenekart hallgathatták az érdeklődők, majd Fülöp-szigetekről érkezett szerzetesek adtak át egy Mária szobrot a közösségnek. A templomi szertartás után a Kájoni János gyermekvédelmi központnál folytatódott a program, amelynek udvarán felszentelték az új vendégházat. Az eseményen Dangui Ervin Szárhegy polgármestere beszélt Ervin atya életéről, munkásságáról. Elhurcoltatására így emlékezett vissza Ervin atya egy beszélgetésben. Mikor 1953-ban meghalt Sztálin, jöttek a hatóságtól, hogy harangozzunk, de egyedül nem győztem. Erre küldtem 3 milicistát, azokkal három napig húztuk. Mikor aztán bevégeztük, mondtam nekik, hogy máskor is szívesen látjuk őket ilyen esetben. Ervin atya 1997-ben tért haza szülőfalujába, ahol papi teendői mellett sokat tett a közösségért. A polgármester megköszönte a Dévai Szent Ferenc Alapítványnak, hogy Ervin atyáról nevezték el a vendégházat. Imádkozzunk ezért a célért, és kérjük az Istent azt, hogy tényleg mindazok, akik ide belépnek, megalusztak, vagy rövid időre is meglátogatnak, azok mi Urunk Jézus Krisztus szeretetébe, a Somjai Szűzanya tiszteletébe és Ervin atya lelkületében részesüljen. A vendégházban 8 szoba található, amelyekben akár 40 személy is elfér. A pápa látogatás alkalmával már vendégek foglalták el a szobákat, összesen 43-an szálltak meg itt. A gyermekotthon szomszédságában található vendégház bárki előtt nyitott. Tavaly kezdték el a szabadidőpark építését Gyergyószentmiklóson. A hosszantartó esős időjárás viszont nem kedvez a munkálatoknak, és jelentős a lemaradás az ütemtervhez képest. Jelenleg a különböző korosztályok számára készülő játszótér alapjait betonozzák Gyergyószentmiklóson. Ezután a sétányok kialakítása, a gyepesítés, a közvilágítás oszlopainak elhelyezése, valamint az öntözőrendszer beszerelése következik.
A parkba 200 facsemetét, 400 cserjét és több ezer virághagymát ültetnek, és térfigyelő kamerákkal is felszerelik, valamint ingyen internetet is biztosítanak. A szabadidőpark építése az Építő utcából nyíló több mint egy hektáros területen tavaly ősszel indult el, viszont a munkát végző cég az időjárás miatt nem tud úgy haladni, ahogy kellene. A kivitelezési határidő tervezett ide, ez a nyárra szerettük volna, hogy meg tudjon történni a munkálatok befejezése, viszont az időjárás viszontagságai miatt látjuk azt, hogy már júniusban vagyunk, és még mindig nem tudtunk az időjárás miatt rendesen haladni. Ez tolódik, de mindenképp úgy tervezzük, hogy a nyár végére az iskola kezdésig minden egyes munkálat be tudjon fejeződni. Az önkormányzat a hosszú ideje kihasználatlan terület parkosítására 2 millió 600 ezer lejes támogatást nyert, három játszóteret alakítanak ki a gyerekek számára, a különböző korosztályoknak megfelelő játékokkal felszerelve, viszont a felnőttek számára sportolásra alkalmas eszközöket is elhelyeznek. Fokozatosan építkeznének a marosvásárhelyi pólósok, sporthírek következnek. Versenyben maradt Románia labdarúgó válogatottja a 2020-as Európa-bajnokságon való részvételért, miután a hétvégi két fordulóban 4 pontot gyűjtött két idegenbeli mérkőzésen. A nehezebb feladat az oszlói találkozó volt Norvégia ellen, ahol a házigazdák 2 gólos előnyre tettek szert. Keserű duplájával azonban egyenlített Kozmin Kontrán legénysége. A második gólt a hosszabbításban rúgta a nagyváradi származású csatár. Szerencsénk volt, ismerte el a szövetségi kapitány is. Ezt követően Máltában 4-0-ra nyert Románia, amivel feljött a selejtező csoport második helyére. A selejtezőből a csoportokban az első 2 helyen végző csapatok jutnak tovább. 2-3 széki kosarast hívtak be Románia női egyetemi kosárlabda válogatottjába, amely július elején részt vesz a nápolyi Universiadén. A sepsiszentgyörgyi Kelemen Kincső és a kézdivásárhelyi Lénárt Paula is az Egyesült Államokban tanul. Előbbi a California State University, utóbbi a Dartmouth College játékosa. Majdnem 30 esztendejű szünet után indult újra felnőtt szinten a marosvásárhelyi vízilabda. Noha egykor a városnak úttörő szerepe volt a sportág romániai meghonosításában. Az első idényben a 6. helyen végzett a csapat, a következő bajnokságban magasabbra tör. A 6. helyen zárta a férfi vízilabda szuperligát a marosvásárhelyi VSK csapata, amely 3 évtized után elevenítette fel ismét a sportág hagyományát a városban. A csapat szakmai vezetésével Eduard André volt válogatott pólóst bízták meg, aki nem csupán a felnőttekkel, hanem az ifi csapatokkal is foglalkozik. Az első idényben egyébként gyakorlatilag csak ifik játszottak a marosvásárhelyi csapatban. A következő bajnokságban 2-3 tapasztalta pólóst is hoznának, nem csak az azonnali eredmények érdekében, hanem azért, hogy legyen, aki mellett fejlődjenek a fiatalok. Itt Marosvásárhelyen szeretnénk versenyképes csapatot kiépíteni a helyben kinevelt ifjúságiakból, és a következő bajnokságban feljebb szeretnénk végezni, mint az idei 6. hely. Évről évre fokozatosan szeretnénk építkezni. Egyelőre nem ígérhetünk dobogós helyeket, de azon dolgozunk, hogy visszahozzuk a marosvásárhelyi vízilabdát arra a szintre, ahol egykor volt a legjobb csapatok közé. A fiatal marosvásárhelyi vízilabdázók közül Christian Robert Szegedről tért haza, a felnőtt csapat indulásának hírére. Úgy érzékeli, hogy jó idényt zárt, dobott 2 gólt és elég sok lehetőséget is kapott. Bár a következő bajnokságban még merész álom, de azt szeretné, ha a marosvásárhelyi vízilabda csapat a nemzetközi porondra is kiléphetne. Ez az egyik álmom, hogy anélkül, hogy máshova elmenjek, anélkül, hogy más országba újra eligazoljak, vagy akár más városba itt Románián belül, Marosvásárhely dobogós helyet érünk el, és nyilván, ha már dobogós hely, akkor az már bajnokok ligája selejtező. A férfi vízilabda szuperligában a marosvásárhelyi csapat beiratkozásával az előző idényben a mezőny 9 csapatosra bővült, miközben korábban évekig 8 csapat vett részt a pontvadászatban. A híradót látták, kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!